Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Ragon Cserita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Rengeteg programot kínál a Vármegye székhely adventi programsorozat. Még ma is élő a baka irodalom, ezt bizonyították a versszerető szavalók. Közös próba Kovács Alíz sikerét ünnepelték. 200 éve született Petőfi Sándor gálaműsor Dombóváron. Hivatalosan december 1-én pénteken veszi kezdetét a Szekszárdi Advent 2023, majd első gyertya meggyújtásával folytatódik a több hetes programsorozat a Vármegye székhelyen. A részleteket a Babits Mihály Kulturális Központban tartott sajtótájékoztatón ismertették kedden. Hivatalosan december 1-én pénteken veszi kezdetét a Szekszárdi Advent, majd az első gyertya meggyújtásával folytatódik a több hetes programsorozat a Vármegye székhelyen. A részleteket a Babits Mihály Kulturális Központban tartott sajtótájékoztatón ismertették kedden. December 1-től 22-ig újra benépesül a Garai tér kiváló programokkal, és egy csodálatos összefogás eredményeként ebben az évben 3 héten át több mint 400 program várja az adventi időszakra kíváncsi városlakókat. A mentálhigién és műhelyel, mint régi kiváló partnerünkkel, a Német Színházzal és sok-sok más helyi civil egyesület, iskola, közösségi csoport összefogásával próbálunk egy igen változatos, minden korosztály igényét kielégítő programsorozatot összeállítani. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója a felvezető sajtótájékoztatón részletesen beszélt a programokról, melyen jelen volt Pócs Margit, a mentálhigién és műhely elnöke is. Abból indultunk ki, hogy a mindennapok embere a nagy rohanások közepette nem mindig tud arra időt szakítani, és nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy a belterekben és adott időpontokban, meghatározott, rögzített időpontokban kínált nagyon szép adventi programokra el tudjon menni. Nem, őszintének kell lenni. Van, aki ezt nem tudja megtenni anyagilag sem. Mint hozzátette, ezért is fontosak ezek a szabadtéri események, hogy mindenki lehetőséget kapjon az ünnepi hangolódásra és kikapcsolódásra. Gyurkovics János alpolgármester a Szekszárdi Advent Vasárnap című rendezvényprogram keretében hozzátette. Mindent elkövetünk annak érdekében a lehetőségeinkhez mérten, hogy a szekszárdi lakosok jól érezzék magukat itt az év utolsó hónapjába. A karácsonyra való felkészülés és az advent időszakában való lelki felkészülés is zökkenőmentesen történjen meg. Ezen kívül várják az egy cipős doboznyi szeretet karácsonyi ajándékgyűjtés során összegyűjt csomagokat is. Az ajándékokat az idei év december 18-áig várják. A dobozban lehet játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, higiéniai eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt lehet csalni a gyerekek arcára. Én itt vagyok, üzenet új huligániából címmel tartották meg a Baka István vers, énekelt vers és prózamondó találkozót és versenyt a hétvégén. A Baka István Alapítvány középiskolás és felnőtt kategóriában hirdette meg találkozóját a Művészetek Házában. Az irodalmi találkozóval a Szekszárdon született író költő emléke előtt tisztelegtek. Baka István vers, énekelt vers és prózamondó találkozót és versenyt rendeztek a hétvégén Szekszárdon. Orbán György, a Baka István Alapítvány elnöke elmondta, a költő halála óta 2 évente rendezik a versenyt, a kuratórium pedig 5 éve van Szekszárdon. Ebben az esztendőben 75 éve született Baka István itt Szekszárdon. Nagyon fontos nekünk nyilván az, hogy megfelelő, méltó módon emlékezzünk meg róla, illetve élőként tartsuk, élővé tegyük az ő írásművészetét. Ennek egyik alkalma most ez a Kárpát-medencei vers és prózamondó, illetve énekelt versmondó verseny, amelyre nagyon sokan jelentkeztek, és egy nagyon erős mezőny, ami itt most megjelent. A Baka István Alapítvány középiskolás és felnőtt kategóriában hirdette meg találkozóját a Művészetek Házában. Az ember az elsődlegesen fontos az, hogy hogyan értelmezi a szöveget, mennyire értelmezi a verset, és mivel itt már a közel felnőttek vannak, a versválasztás is nagyon fontos lehet, de nem döntő. Tehát ahhoz, hogy egy vers átjön, egy versmondás érvényes legyen, ahhoz
ahhoz értelmezni kell, és el kell juttatni a hallgatókhoz. Tehát mennyire szuggesztív az egyénisége a versmondónak, mennyire törekszik arra, hogy együtt éljen a vers, ugyanakkor együtt éljen a közönséggel is. Ez nagyon nehéz, ez már majdnem színészi feladat. Zalán Tibor költő, író ezen kívül a hangsúly és a ritmus fontosságára hívta fel a figyelmet. A nevezés feltételei között szerepelt három olyan mű megtanulása, amelyekkel a versenyzők még nem szerepeltek iskolán kívüli nyilvánosság előtt. Három művel készült mindenki. Nekem az egyik az Baka Istvántól a Helsinger című mű volt, Joriknak a monológiai közül az egyik vers. A második az Vörösmarty Mihálytól a Véncigány. Azzal kezdtem az egész versenyt, mivel első voltam, és nagyon izgultam, lemegett a lábam. És a harmadik pedig Arszenyi Tarkovszkitól a Tábori Kórház, amit Baka István fordított. A verseny legfontosabb célja a Baka irodalom élővététele. A karácsonyi ünnepvárás időszakának egyik jele, hogy megkezdődtek az adventi kézműves foglalkozások. Tolnán a kulturális központban várták azokat, akik otthonaikat asztali vagy ajtódíszekkel akarták szebbé tenni. A városban több éves hagyománya van az adventi kézműves foglalkozásnak, ahol minden évben igyekeznek más és más jellegű tárgyakat készíteni. Az alapanyagot ezúttal is a Magház biztosította, de voltak olyan résztvevők is, akik ehhez még a sajátjaikat is hozzátették. Az elkészült díszeket a résztvevők hazavihették. Minden évben jövünk a Magházas karácsonyi kézműves szervezésre, hiszen ez mindenkinek nagyon jó, nagyszülőnek, gyereknek, anyukának, apukának. Itt mindenki megtalálja azokat a nagyon fontos, nagyon jó érzéseket. Ráadásul nem csak a családi összetartozást, hanem azt is meg lehet itt érezni, hogy itt mindenkit szívesen látnak, nagyon szívesen vesznek itt részt úgymond az alkalmazottak is ezeken a délutánokon. Ódor János Gábort, a Vosinszky Mór Múzeum igazgatóját választották a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének élére. Tavaly tavasszal indult útjára a Magyar Géniusz Vándor kiállítás. A program országjáró körútjának végére Szekszárdon a Vosinszky Mór Múzeumban kerül pont idén decemberben. A Vándor kiállítást, ahogyan a Magyar Géniusz programot is, az ezen a néven 2012 óta működő Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége koordinálja, melynek élére idén októberben épp a szekszárdi intézmény igazgatóját, Ódor János Gábort választotta meg a szövetség, számolt be közösségi oldalán a Magyar Géniusz program. Az elmúlt hétvégén kettlebell világbajnokságot rendeztek Cegléden, a Bonyhádi Spárta Akadémia Sportok Egyesülete versenyzői ezúttal is világbajnoki érmekkel térhettek haza. Palkó Csilla első, Kis Csaba és Snetz Tamás második, Weber Boglárka és Harsányi András világbajnoki harmadik helyezést ért el. Kovács Aliza Voice tehetségkutató műsor második helyezettje és a Walking Mama zenekar közös próbájára kaptunk meghívást. Az esemény apropója, hogy szerették volna megünnepelni közösen is Aliz sikerét, amelyre eddig nem volt alkalmuk. Aliz számára az utóbbi időben kizárólag a tehetségkutató műsorra történő felkészülés állt az első helyen, minden más háttérbe szorult. A Voice-ban második lett, ez óriási ismertséget hozott számára. Azonban régi barátait és zenésztársait sem hanyagolja el. Most, hogy lezajlott a verseny, újra összejöttek, hogy együtt zenéljenek. A Walking Mama próba mindig nagy örömmel kezdődik. Igazából ez a mai próba is nagy boldogsággal tölt el, mert már nagyon rég nem láttam őket, és ezek a kis kedves, aranyos lelkek nekem készültek étellel, pezsgővel, mindennel, úgyhogy megünnepeljük az eddigi utamat, hogy mi történt így az elmúlt egy hónapban, és ez lesz ma. A zenekar tagjai nagyon büszkék Aliz most elért sikerére. A verseny előtt is tisztelték tehetségét fiatalkora ellenére. Hallgassuk meg ezt a kislányt, mert nagyon-nagyon jól énekel, és akkor én mondtam, hogy jó, biztos, hogy nagyon jól fog énekelni, tehát mégis ez egy blues-rock zenekar, ez egy ilyen férfiaknak való férfiak zene, de hallgassuk meg! Jó, hallgassuk meg. És akkor elhozta az Aliz-t hozzánk a lakásunkra, és ott egy gitárral, meg egy basszusgitárral játszottunk, mert nem tudom, hogy mit játszottunk, de az Aliz maga 14 évvel olyat énekelt, hogy csak pislogtam, és akkor Aliz, gyere énekelni hozzánk.
A Liz és a zenekar az év végén több közös fellépéssel is készül. Ahol minket majd meg lehet hallgatni, az december 8-án lesz a Lovardába itt Tolnán, következőleg pedig 29-én Pakson, a Csengély Dénes Kulturális Központban, és ott fogunk egy jót zenélni újból. A felek közötti együttműködés már 6 éve tart. A közös munkát a jövőben is szeretnék fenntartani. Rendvédelemért emlékérmet vehetett át Kis János Róbert tűzoltó alezredes, a Paksi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője. November 24-én tartotta éves közgyűlését a Magyar Rendvédelmi Kar a Belügyminisztérium márványambulájában, ahol elismerések átadására is sor került. Kis János Róbert 2003. július 1-i hatállyal került kinevezésre a Tolna Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Szekszárdi Polgári Védelmi Kirendeltség állományába, 2012. április 1-től a Paksi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnok helyetteseként végezte feladatait, majd 2013. december 1-től a Paksi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjeként látja el a munkáját. A díjat húzamosabb időn keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként vehette át. A szekszárdi rendőrkapitányság közlekedési szakemberei és a főkapitányság toborzó tisztje a napokban az Őcsényi Általános Iskolába látogattak el. A helyi általános iskolások tájékoztatást kaptak a rendészeti képzésekről, a jelentkezési feltételekről és a hivatásról. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a délelőtt folyamán először egy interaktív beszélgetés során a rendőrré válás folyamatáról, a szervezet kötelékébe való bejutás feltételeiről tájékoztatták a felsős diákokat. Megnézhették a rendőrség imásfilmjét és az egyik rendészeti technikumról szóló kisfilmet is. Ezt követően betekintést nyerhettek az egyenruhások mindennapjaiba is. A tanulságos délelőtt végén a többen is jelezték, hogy a rendőri hivatást szeretnék majd választani. Teljes terjedelmében égett egy 45 négyzetméteres hétvégi ház szombat délután Kocsolán az Akácfa utcában. A tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Ezt követően egy füsteltávolító ventilátor segítségével szellőztették át az épületet. Petőfi 200. szeptember végén című programsorozat gálaműsorát tartották a Dombóvári Művelődési Házban. A rendezvényen részt vettek a testvértelepülés vendégei Gyergyó Szent Miklósról. A közösen eltöltött nap után együtt várták az esti eredményhirdetést. 200 éve, 1823. január 1-én Kiskörösön Petrovics István és Rúz Mária gyermekeként megszületett a magyar irodalom egyik legnagyobb költője, Petőfi Sándor. Ebből az alkalomból a Magyarországgyűlés Petőfi emlékévé nyilvánította a 2023-as évet. Ezen emlékév keretein belül zajlanak versenyek és rendezvények országszerte. Dombóvár is részesebb volt ennek az eseménynek. Erről Pintér Szilárd, a település polgármestere nyilatkozott. Példaértékű az a határon túl együttműködés, ami ebben megvalósult, hiszen testvértelepülésünk két középiskolája, Gyergyó Szent Miklósor mindvégig részt vett a vetélkedő sorozatba, illetve eljöttek a döntőre is, és tegnap érkezve ma az egész napot velünk töltötték. Remélem, hogy jól érezték magukat, és olyan hasznos élmények és tapasztalatokat távoznak, és viszik jó érét Dombóvárnak, hogyha mi megyünk Gyergyó Szent Miklósra, olyan nagy örömmel és szeretettel fognak bennünket fogadni, mert ezt tettük velük. Nagyon jó kezdeményezésnek tartják a testvértelepülésekkel való közös rendezvényt. A jövőben többször is sor kerül hasonló eseményre, mondta Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára. A Nemzetpolitikai Államtitkárság egyik fontos programján keresztül is megvalósul ez a program, hiszen a testvértelepülési programok, illetve támogatások pont arra jöttek létre, hogy úgy, mint Dombóvár és Gyergyó Szent Miklós testvértelepülések egymást támogassák, erősítsék a kapcsolatot, és ennek a rendezvények az egyik főszereplői pont a Gyergyó Szent Miklósi diákok, akik most több mint egy tucatnyian vannak itt, úgyhogy örülök annak, hogy itt lehetek, másrészt pedig egy nemes ügyet karoltak fel a program keretén belül, hiszen a 200 éve született Petőfi Sándor emlékezünk, aki nemzeti költőnk volt. Az összefogásról és a lebonyolításról beszélt Widmer Vali pap Zsuzsa. Több versenyt hirdettünk az iskolásoknak. Például volt pólótervezési verseny, rajzverseny, szavalóverseny,
kvíz, és a mai este ennek az egész éves programsorozatnak az eredmény hirdetése fog megtörténni itt a művelődési ház színpadán. A nap a közös versenyek eredményhirdetésével és színes előadásokkal zárult. Regionális híreink következnek. Legyen nemzeti park a meccsek, javasolja a pécsi Fidesz jövő évi megválasztása esetén. Somogyi kosár összehozza a vásárlókat és a termelőket a közösség. Ma van a Magyar Véradók napja, vért adtak a Kodály gimnazisták Pécsen. Legyen nemzeti park a meccsek kapcsán sajtótájékoztatót tartotta a pécsi Fidesz frakció. Az országban már több helyen van példa arra, hogy területeket összevonnak a nemzeti parkokkal. Pécsen a meccseknek bizonyos részeit érdemes lenne a Duna-Dráva nemzeti parkhoz kapcsolni, így számos nevezetesség szakszerű gondozás alá tartozhatna, állítja a pécsi jobboldal. Pécs épített örökségén kívül van egy olyan unikális örökségünk is, ami csak a miénk, ez pedig a meccsek, amelyre okkal és méltán lehetünk büszkék, mondta Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakció vezetője a sajtó képviselőinek hétfőn. A tájékoztató helyszínen nem véletlenül a meccsek hegység volt, amely évezredek óta meghatározza a vidék mienségét. Nekünk, politikai vezetőknek és döntéshozóknak, illetve amennyiben a pécsiek 2024-ben úgy döntenek, városvezetőknek, óriási felelősségünk abban, hogy ezt a sok ezer éves, bennünket körülvevő természeti kincset megőrizzük olyannak, mint amilyennek mi kaptuk, megakadályozzuk a káros emberi beavatkozást ezen a területen, és ez nem csak a mi felelősségünk önmagunkért és a város jelenlegi lakóiért, hanem gyermekeink és unokáink irányában is egy óriási felelősség, hiszen mi döntünk arról, hogy a következő generációk milyen városban, milyen környezetben fognak élni. Fenntartható és élhető Pécs nincs egy megóvott meccsek nélkül. Nem véletlenül szokták azt mondani, hogy a város tüdeje. Ezért, ha a jobb oldal lehetőséget kap a pécsi szavazóktól a jövő évi választáson, kezdeményezni fogja, hogy a nyugat meccsek egyes részei a Duna-Dráva Nemzeti Park részét képezzék, hangsúlyozta a polgári oldal képviselője. Azokra gondolok, amelyek jelenleg ugyan tájvédett körzetek, de nem tartoznak a nemzeti parki rangba. Ezzel elő tudjuk segíteni azt, hogy az itteni természeti kultúrát és élőhelyeket, illetőleg a természeti sokszínűséget megőrizhessük, annak érintetlenségét garantálni tudjuk, a tájegységet ne lehessen megbontani, hiszen amennyiben az ember lehetőséget kap rá, úgy sajnos hajlamos beavatkozni a természet folyamatába, és ez sokszor egyébként valóban káros irányban tolódik el. Van, ahol fejleszteni kell annak érdekében, hogy Pécs élhetőbb legyen, mint például Pécs tömegközlekedésének és közlekedésének elektromossá tételében, a közlekedés egyéb szabályozásában. Olyan építészeti megoldások propagálása is fontos, amely a város fenntarthatóságát segítik elő. Csendesebb és tisztább, emberbarátabb arcát mutassa a város. A táj, a meccsek esetében pedig az a feladat, hogy meg legyen akadályozva az ember beavatkozása, tette hozzá Csizmadia Péter. Jakab-hegyi kilátó zsongorkő környéke, tehát ezt így tudnám, a babásszerkövek környéke, ez az egyik rész, a másik pedig a Nagymélyvölgy, a Melegmányi völgy, Vágott pusztáig, tehát ez a terület az, amelyik jelenleg még nincs a nemzeti park, nincs nemzeti parki rangra emelve, tehát ezek azok a területek, amelyeknek a mondjuk úgy, hogy átminősítetésével ezt a fajta érintetlenséget és a természet megóvását, mint célt, ezt el tudnánk érni. Megőrizzük a tájat, a meccseket olyannak, amilyennek kaptuk, fogalmazott a Fidesz frakció vezetője. Összehozza a helyi termelőket és a vásárlókat a Somogyi Kosár közössége. A kezdeményezéssel megkönnyítik a vevők dolgát, akik egy helyen minőségi élelmiszerekhez juthatnak. A kaposvári átvételi ponton heti rendszerességgel készítik össze a csomagokat, benne például tojással, lekvárral, zöldségekkel, sajtokkal, mézekkel, savanyúságokkal és gyümölcslevekkel. Hoztam egy kis zellert,
batátát, hagymát, sárgarépát, egy kis halapinyó paprikát, meg egy kis maradék más paprikákat. Zöldségekkel érkezett Kaposfőről Kaposvárra Kristóf Csaba. Az őstermelő állandó vevőkre talált a somogyi kosár kezdeményezésnek köszönhetően. Mint mondta, egyre tudatosabbak a vásárlók, akik a minőséget keresik. Én egy fél éve csatlakoztam ehhez a közösséghez, és én azt érzem, hogy egyre jobban keresik. Tehát, hogy valahogy az embereknek egyre inkább kedvük kerekedik arra, hogy egy vegyszermentes bioterméket vásároljanak. Én nálam egyik se volt permetezve soha, illetve olyan készítményeket használok, ami biotermesztésben engedélyezett. Mintegy 60 termelővel áll kapcsolatban a somogyi kosár közössége. Tőlük lehet megrendelni az árukat, a többi között zöldségeket, sajtokat, lekvárokat, mézeket, savanyúságokat, tojást. Átgondolom, hogy miket szeretnék venni, összeállítom a listát, és akkor pénteken eljövök érte, és tudom, hogy jó helyről származnak, tudom, hogy odafigyelnek a termesztésre, és akkor nem kell gondolkodni hétközben, hogy mit főzzek, mert ott vannak az adott termékek, és próbálok szezonális termékeket vásárolni. A kezdeményezés célja nem csak a helyi termékek megismertetése, hanem a vállalkozások és a vásárlók összehozása is. Nagyon amellett vagyok, hogy támogassuk az őstermelőket, vagy a kistermelőket. Nagyon szerettem, hogyha ha olyan termékeket tudunk fogyasztani, amiben minden kevesebb a vegyszer. Tehát én inkább elviselem azt, hogy esetleg nem olyan szép a portéka, mint hogy szép legyen, és esetleg a beltartalma az meg nagyon, nagyon minimális. A somogyi kosár internetes oldalán bárki összeállíthatja a bevásárló listáját a megadott termékekből. Csütörtökön a termelő ezt összekészíti, ugye minden termelő külön e-mailt kap a megrendeléséről, pénteken délelőtt behozza ide hozzánk, mi betesszük a kis dobozokba név szerint, és délután pedig jönnek a vásárlók, és dobozonként elviszik a saját maguk által összeállított termékcsomagot. A somogyi kosár közössége arra törekedett a termékpaletta kialakításakor, hogy akár egy hétvégi bevásárlást is meg lehessen valósítani. Ehhez pedig elég csak összeállítani a listát és egy helyen átvenni a csomagot. Hétfőn volt a Magyar Véradók napja. Ebből az alkalomból a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete kitelepült a Kodály Zoltán gimnáziumba. A 18. életévüket betöltött diákok adnak vért már negyedik éve ezen a napon. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt hálásan köszönni, hogy a véradók önzetlenségükkel és tenni akarásukkal reményt adnak a rászoruló betegek számára. Negyedik tanéve rendez a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezetével karöltve véradást a Kodály Zoltán gimnázium. Tavaly akkora volt a lelkesedés, hogy kétszer is tartottak véradónapot. Az idei tanévben is ezt tervezik. A biológia órákon különösen nagy gondot fordítanak arra, hogy a tanulók a jótékony véradásban részt vegyenek. Ezért egyre több fiatal jelentkezik véradónak, és közülük később egyre többen az egészségügyi pályát választják hivatásul, mondta Liberman Tímea, biológia földrajz szakos tanár. Alapból a mi iskolánkban nagyon szociálisan érzékeny gyerekek járnak, és biológia órákon mi erre készítjük őket, és igyekezünk minél több gyereket bevonzani, behúzni, hogy segítsenek így más embereken igazából. A Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete minden évben minden középiskolába, egyetemre kétszer kitelepül, tavasszal és ősszel. Ide most várhatóan 25 véradóra számítottak, de ott jártunkkor már 30-an adtak vért. Az, hogy ma van a véradók napja, az egy különleges alkalom, hogy itt az iskolában nagyon sok gyermek jelentkezett, nagyon örülünk neki, de a vérellátás szempontjából fontos, hogy az év minden napján menjünk mindenhova, hogy meglegyen a napi szükségletes vérmennyiség a beteg emberek számára. Országos szinten napi 1500-1600 véradótól számítanak vérre. November 27-én a Magyar Véradókat ünnepeljük. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt hálásan köszöni, hogy a véradók önzetlenségükkel és tenni akarásukkal reményt adnak a rászoruló betegek számára. 2022-ben már 846 ezer beteg gyógyulását segítette, az a 282 ezer véradó, akik példaképként szolgálhatnak mindannyiunk számára. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Rengeteg programot kínál a vármegye székhely adventi programsorozat. Még ma is élő a baka irodalom, ezt bizonyították a versszerető szavalók.
közös próba Kovács Alíz sikerét ünnepelték. 200 éve született Petőfi Sándor gálaműsor Dombóváron. Szerdán hideg front alakítja az időjárást, reggel délelőtt a Dunántúlon még erős szél fúj, a déli órákra országszerte mérséklődik a szél. A Dunántúl felett már reggel derült égbolt lesz jellemző, majd a nap folyamán nyugat felől egyre nagyobb terület felett csökken le a felhőzet, süt ki a nap. A Duna vonalától keletre elszórtan kevés helyen fordulhat elő hószállingózás, átmeneti szitáló havas eső, jelentős csapadék már sehol sem valószínű. Hideg napra készülhetünk, országszerte jellemzően 5 Celsius fok alatt marad a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb szerdán jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!